Dombóvár város képviselőtestülete legutóbbi ülésén 9 napi rendi pontot tárgyalt, melyek között szerepelt a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság dombóvári hivatásos tűzoltóparancsnokságának, illetve a város rendőrkapitányságának 2021 évi beszámolója. Rendőrkapitányság és a katasztrófavédelmi parancsnokságnak, illetve kirendeltségnek a beszámolóját vettük előre. Azonban, hogy a 21-es év tartalmas volt mindkét szervezet tekintetében, ami nagyon pozitív, hogy mindenről előrelépés van, mind állomány, mind pedig eszközállomány tekintetében. A rendőrségnél örökzöld kérdés, hogy az állományi létszám fel van-e töltve. Kapitány úr örömünkre jelezte, hogy 96%-ra fel van töltve, és most is érkeznek fiatal kollégák. A bűnesetek száma, a szabálytalanságok száma csökkenő tendenciát mutat továbbra is, úgyhogy kértem, hogy őrizzék meg ezt a tendenciát, és sok sikert kívántam munkájukhoz. Nyilván a katasztrófavédők munkája ennél szövődményesebb, hiszen ők azért megelőzésen túl helyszíni kivonulást is el kell, hogy kövessenek. Sajnos az ellátott terület Dombóvár adja a gerincét, hiszen kétharmad esemény mindig Dombóváron történik. Hála Isten nagyobb tűzesemény, illetve halálos baleset, kimenetel autó baleset nem történt Dombóváron az elmúlt év során. Remélem, hogy szintén, mind a rendőrség esetében ez a tendencia 2022-ben is folytatódni fog. Az április végi ülésén Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete döntött az integrált szolgáltató szervezet megszüntetéséről, tájékoztatott a település polgármestere. Ők beolvadnak a pénzirodába, és július 1-ével a feladatokat közösen fogják ellátni. Intézmény átszervezésre is döntöttünk, 3 óvodánk és 1 bölcsödénk egy közös intézményrendszert fog alkotni. Ez a felállás szeptemberen elindult el, menet közben még pályáztatunk el a csúcs intézményvezetői státuszt, remélem, hogy sikerrel fogunk járni, és ez az új intézmény hatékonyabban tudja ellátni a köznevelési feladatokat. A képviselőtestület több hónapos előkészítést követően szabta újra a szervezeti és működési szabályzatát. Ebben komoly változások történtek, hiszen az általánostan eltérő napirendi pontok tárgyalása mind lehetőség megszűnt, amit még az előző képviselőtestület önkényuralma hozott létre. Ezt nyilván most szembesültek vele, és ezt engedtem 2 éven keresztül, hogy ezt ők hozták létre, és lehet így is csinálni. Több testületülésen kiderült, hogy a puska fordítva sült el, de azt gondolom, hogy itt volt az ideje, hogy parlamentális formát öltsön ez is. Nyilván más település SMS-ét is átnéztük, megnéztük, próbáltunk minél hatékonyabb működési rendet alkotni a képviselőtestületnek, de miután 2,5 év elteltével sem nyugodtak meg a testületen belüli kirohanások. Néhány ellenzéki képviselő ez az 5 évet végig kívánja kampányolni, holott április 3-án újból döntöttek a sorsa felől, nem kíváncsi rá senki, csak ezt nem hajlandó tudomásul venni, ezért jó bevált Hódmezővásárhelyi példára, a széksértés intézményét is bevezettük, amelynek nyilván megalapításáról a polgármester, illetve a levezető elnök fog dönteni. Azt gondolom, hogy ez a 10-25 ezer forintos helyszíni bírság kellő mértékű visszatartó erő lesz. Azt az összeget pedig, ami ebből az év folyamán befolyik, a képviselőtestület egy határozattal majd jótékonysági célra kívánja felhasználni.